Regitzer Fruzsina a házvezető nőt játszik az orosz lekvárban, olyan, mintha a 200 éves Csehov írt volna a Cseresznyi és Kerpa, a három nővér, meg az összes többi nagy dráma után egy újabb drámát a mai orosz valóságról. Hogy érzed magad benne? Nagyon jól. Sokféle ilyen arhetípus van a darabban, Csehov-szerű, meg nem Csehov-szerű, meg kicsit a szociál paródia, az vagyok én. Sok találkozás, sok összecsattanás, aztán egymásra találás. Hát amilyen maga az élet, ami minden benne van a lekvárban. Az egyedüli élő aktív figura te vagy a darabban, majdnem. Még a Puskás Tivadar szerepel valamelyest olyan, aki kilép ebből a közegből, ebből a teszettosza, nem tudok létezni közegből. Igen, hát a Gyugya, Andrei Ivanovics, akit Puskás Tivadar kollega alakít, hát ő elárulja ezt az egészet, és viszonylag garat sokért eladja. Mert az élni akarás úgy működik benne, hogy halálönző módon túllép mindenen. Akármilyen érzelmi vagy lelki kötődés lenne a testvére, a unokahúgai iránt sem, és a múltja iránt semmi, túllép, és itt hagyja az egészet. Jól teszi? Hát ezt ítéljen meg a néző. A te ítéleted szerint? Makunya szerint, akit játszom, Mária Jakovlevnát, Dvorjakin, igen, Dvorjakine vagyok, most összeraktam a nevemet. Én vagyok Margitnak, azaz Horváth Margitnak a sógornője, és 30 éve élek ezzel a családdal, mindig verem a mellemet, hogy a meghalt bátyám, vagyis Dvorjakin, azaz a Margitnak a volt halott férje, akit állandóan megidézünk, nagy kommunista író, illetve tudományos munkatárs, és tanított mindenféle főiskolákon, tudományos munkatárs volt, és én szerintem a Gyugya figura, hát belehalok, mert ez a 30 év az nem csak a gyerekeknek a felnevelésén, meg a háznak a vezetésén, meg a technikai dolgok megoldásában merült ki, hanem az, hogy szerelmes, Makunya szerelmes Gyugyába, viszonzatlanul, ebbe belehal, de aztán az élet él és élni akar, hiszen lekvárt kell fűzni, túl kell élni az életet, illetve a darab végén, mint nézők is majd láthatják, itt minden összeomlik, de hát van olyan alkat, mint a patkányok meg a csótányok, hogy mint a romani virág, Makunya kapaszkodik a rossz csik nevű felnevelt Dvorjakin gyerekbe, hogy innentől kezdve aztán most jön el a földi paradicsom, és akkor majd abban az új életben fog ő makunyáskodni. Régen volt ilyen típusú szerepem, ahol ennyi fontos vígjátéki elemet kellett megcsináljak, illetve hát technikailag millió kellékel kell bánjak, ami hát nem szeretek. Kevés színészt ismerek egyébként, aki szeret kellékekkel bíbelődni, meg... Lán, amikor összetörik a tojás, és azt kell feltakarítani. Igen, tehát ez így írta meg a szerzőnő. Nekem mindig úgy fogom föl az ilyet, hogy hát biztos van még mit ezzel tanulni, és hát van is, mert az, hogy ne koszoljak bele, ne zörögjek bele, ne mozogjak bele más fontos pillanatába, ezek nagyon lényegesek. Így az ember, én nem szoktam nagyon a technikai oldallal foglalkozni, de ez most rá kényszerít, hogy ezt bizony rendbe kell rakjam, és oda kell figyeljek dolgokra. Hát fejlődünk. Hivatalosan ez szerintem azért egy optimista előadás. Én nem akarom eldönteni, ez döntse el a néző. Szerintem olyan típusú vegyes felvágott, hogy szerintem mindenki megtalálja benne a maga örömét, aki a kabarészerű kortárs darabra, arra vágyik, akkor az ő azt kapja meg, ha kicsit ilyen Csehov-szerű poézis, akkor azt kapja meg. Ilyen a darab. És szándékaink szerint ilyenre alakult az előadás. Olvastál már Ulickáját? Van valami Igen. A Tolmács című regényét olvastam, és hát van az ilyen eszé, vagy riport kötete, az Örök becsüllimlomot. Én szeretem, ahogy ír,
Itt nagy küzdelem volt a színdarabbal, mert sokszor a poézis meg kellett találni, mert nagyon el volt rejtve. És költész, szóval úgy nem érdemes, hogy csak kabarét gyártunk, hanem a vidám elemek mellett ott van az, ami torokszorító és költészet, és aztán, hogy nagyon elérzékenyünk, azt hadd nem, és akkor éppen tönkre megy az áram, és akkor ezen kell gondolkodni. Tehát érdekes, beszélgettem Szász Jánossal, filmrendezővel, aki Kecskeméten rendezte ezt az előadást, és ő duzzogatott nekem, hogy nagyon haragudott a darabra, mert lehet, hogy ő se tudta megfejteni, és hát ő is ezt a fajta birkózást látja a mi előadásunkban, hogy nem azt a fajta központi magját, úgy fejezte ki magát nekem a János, hogy mintha nem találta volna meg, mikor az ember a hagymát bontogatja, és aztán mindent kibontottam, és nem találom sehol. És mondtam neki, hogy lehet, hogy a hagyma héjai bontogatása a titok. Nem kell központi valamit találni, hanem maga az a folyamat, az maga a titok. Ez a 20. vagy 21. századi színház és irodalom? Hát egyféle, aztán nagyon sokféle másfajta színház van, de nekünk most csak a füle jutott, Zimezum.